Sziasztok! Ma egy tojáslikőt fogok elkészíteni, és megmutatom nektek, hogy milyen is egyszerű, és a végeredmény pedig elképesztően finom lesz, úgyhogy tartsatok velem, és készítsük el együtt! A tejet és a tejszínt összeöntjük a félbevágott vaníliaróddal és a hozzávalók között szereplő első, kisebb mennyiségű porcukorral. A tojások sárgáját kikeverjük a második adag porcukorral. Miközben a tojások sárgáját keverjük ki, forraljuk be a teljes keverékünket. Majd a forró tejet vékony sugárban folyamatos keverés mellett a tojások sárgájához keverjük. Azért kell vékony sugárba folyamatos keverés mellett, hogy ne főjön meg a tojás sárga. Viszont a forró tejjel pasztorizáljuk, így biztonságos lesz a fogyasztása. Pár percig hagyjuk ülni, majd öntsük hozzá a fehér romot, ha csak vodka van, az is megteszi. Miután beletöltöttük a vodkát, vagy éppen a rumot, igazából azt is lehet, ezután beletöltjük a átlátszó üvegünkbe, szépen dekoráljuk, akár filcer, masnival, ahogy éppen kívánjuk, és van rá lehetőségünk, majd a falá tesszük. Minimum fél nap hűtés után elégedetten fogyasszuk az elkészült tojáslikőrt. Azonban igazán tökéletes, egy hét múlva lesz csak. Tehát vágjatok te is neki a saját házi készítésű tojáslikőrötöknek, és fogyasszátok szenteste a fa alatt. Aki még nem tette, esetleg iratkozzon fel a csatornámra, nyomjatok egy lájkot, és a következő videómban találkozunk. Sziasztok!